Nem csak a Polgárőr Egyesület tagjai, hanem a Nyugdíjas Klub tagjai is csatlakoztak a felhíváshoz. Nem kisebb feladatra vállalkoztak, saját karácsonyfát szerettek volna készíteni, de nem akármiből, te a mécsesek segítségével. A megvalósításból az ifjúság sem akart kimaradni. A falunak ez egy dicsőség lesz, hogy a fábíruk építeni ezt. A cél nem más volt, mint összehozni a lakosságot, mondja az ötletgazda Bak Sándorné. Összekovácsolja az embereket egy kicsit, és azok, akik esetleg évekig nem beszélnek egymással, mert a távolságok miatt lehetőséget ad arra, hogy tudnak találkozni, beszélgetni, most akik itt vannak még, ez még csak a töredéke azoknak az embereknek, akik, akik jelezték a részvételüket munkába, nézőként, bármibe. A felhasznált mécseseket a szervezők mind adakozásból gyűjtötték össze, ráadásul a közeli falvakból is érkezett hozzá több száz darab. A hideg ellenére közel ötvenen gyűltek össze, hogy közös erővel elkészülhessen is saját egyedi karácsonyfája.